25 éves a megosztó baljós árnyak, aminek gyengeségeit és Jar Jar baromságait újításai és szerethető momentumai ellensúlyozzák. Ezekre is kitérünk a Star Wars film kalandos keletkezés történetét áttekintő videónkban. Érezz, ne töprengj! Instruálja Qui-Gon Jinn mester a kis Anakin Skywalkert a halálos Tatooine-i fogadverseny előtt a Star Wars első rész baljós árnyak egyik legjobb jelenetében. Ez az instrukció a fejünkbe égett az 1999. május 19-i bemutató előtt a liba bőröztető előzetesek miatt, majd a vetítőtermekben ülve gyermeki lelkesedéssel, sokan még tényleg gyermekként mi sem töprengtünk, csak átéltük a csodát. Mások, egyes veterán fanok és kritikusok viszont dűvel és szekunder szégyennel távoztak a moziból Jar Jar Binks esetlenkedése, az olykor limonádé film hatását keltő dialógusok és a sztori miatt. Az évforduló alkalmából áttekintjük, hogyan jutottunk el az új Star Wars Last-tól a Jar Jar-t játszó Ahmed Bestet kikészítő gyűlölet hullámig, illetve arra a kérdésre is keressük a választ, hogy 25 év távlatából tényleg gyenge filme a baljós árnyak. George Lucasnak a házassága és az egészsége is ráment a Star Wars-ra, így a Jedi visszatér bemutatását követően letett azon tervéről, hogy további 6 részt készítsen. Az alkotó a 90-es évek elején a képregényeket és Timothy Zahn Tran könyvtrilógiáját látva azonban realizálta, hogy a csillagok háborúja populáris mitológiává érett. Ezért úgy döntött, mégis belevág az előzmény filmek gyártásába, elmeséli a sötét oldalra sodródott fémszörnyeteggé vált Anakin tragédiáját. Lucas számára megvolt az alap, hiszen már az egy új remény előtt kitalálta a karakterek háttérsztoriait, ezeken kicsit módosítva vágott neki a forgatókönyv megírásának The Beginning, vagyis a kezdet munkacímmel. Mint már az eredeti trilógiánál, úgy a baljós árnyak esetében is Lucas több forrásból merített ihletet. A fogadversenyt egyértelműen a Ben-Hur hasonlóan parád és aréna jelenete inspirálta, miként úgy általában az előzmény trilógia sztoria az ókori római köztársaság bukásának történetével állítható párhuzamba. Egyes kritikák ezt a kettőséget is rótták fel az alkotónak, ez a Star Wars film olykor nagyon butyuta és infantilis, máskor viszont átvált politikai tanmesébe gyerekek számára még nehezen dekódolható fogalmakkal. Minden esetre Palpatine mesterkedése ördögien zseniális, Darth Sidiousként és szépelgő szenátorként ravaszul kiátsza egymás ellen a kapzsi kereskedelmi szövetséget és a megtámadott Nabui királynőt, hogy a galaktikus szenátusban hatalomra kerülhessen. Öljék meg őket, mindet! A rajongók egy része kiakadt a midi-kloriánok koncepcióján, amelyet amúgy Lucas már a 70-es években kitalált, csak a baljós árnyakig nem vitte bele a sztoriba. Az előző film 3-asban Yoda és Kenobi mester inkább egy mindent átható misztikus energiaként írják le az erőt, amelynek a keleti mitológiához, sem mint a sejtbiológiához van köze. Sokak szerint a midi-klóriánok koncepciójával a mitológia spiritualitását nyírja ki Lucas, ellentmondva ezzel a korábbi sztoriknak, amelyekben az erőnek semmi köze nincs az izmokhoz, szövetekhez, sejtekhez. Lucas nem csak a forgatókönyv megírását, de a rendezést is kénytelen volt elvállalni, mivel kiszemeltjei és jó barátai, Steven Spielberg, Robert Zemeckis és Ron Howard mind nemet mondtak, nem mertek egy ilyen franchise-hoz nyúlni, amelynek termetes rajongótábora 10 év szünet után epekedve várta az újonnan bejelentett Star Wars mozifilmet. Lucas munkáját sok mindenért lehet kritizálni, de a színész választás miatt nem, hiszen a főszereplők szinte egytől egyik teli találatnak bizonyultak. Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman és Samuel L. Jackson ma már olyan Star Wars legendák, mint Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford és Ian McDermott. Lucas eredetileg egy amerikai színész szeretett volna Qui-Gon szerepére, de a Schindler listájában bizonyító északír Neeson volt végül meggyőző számára. A pletykákkal ellentétben a sztár nagyon is lelkesedett a Star Warsért, és a forgatás után sem változott meg a véleménye, imádott együtt dolgozni Lucasszal, sőt a 2022-es minisorozatban az Obi-Wan Kenobi-ban újra láthattuk Qui-Gonként. A széria címszereplője a kult klasszikus Trainspottinggal híressé vált Ewan McGregor igazi csillagok háborúja rajongó volt, ráadásul nagybátyja Dennis Lawson Wedge Antilles lázadó pilótáját játszotta a klasszikus trilógiában. McGregor gyermeki lelkesedéssel csinálta végig a forgatásokat, a fénykard párbajok során például sercegő hangokat adott ki, hogy imitálja a plazmapengék találkozásait. Azt ő is elismerte, hogy a baljós árnyakban Lucas finoman szólva sem komplikálta túl a karakterét, érzése szerint nagyrészt abból állt a szerepe, hogy bemegy szobákba és bámulja a plafont.
Natalie Portman még középiskolás volt, amikor kiválasztották Padmé Amidala királynő szerepére. Lucas és társai többek között a Leona profiban nyújtott alakítása miatt figyeltek fel rá, 200-nál is több jelölt közül került ki győztesként, mivel megvolt a kisugárzása, na meg emlékeztetett Leia hercegnőre. Portman amúgy nem igazán volt Star Wars rajongó, sőt elmondása szerint egy időben nem tudta mi a különbség a Star Trek és a Csillagok háborúja között. Elsősorban az érdekelte, hogy egy erős női karaktert játszhat el, akivel példát mutathat a női nézőknek. Jake Lloydot Lucas és Rick McCallum producer is jó színészi vénával rendelkező ígéretes tehetségnek látták, akiben kezdettől ott volt a világra rácsodálkozó és humoros Anakin. Szomorú, hogy pár évvel később derékba tört a karrierje, mint az édesanyja tisztázta, nem a Star Warshoz kötött iskolai zaklatások, hanem a színész súlyos mentális betegsége miatt, ugyanis paranoid skizofréniával diagnosztizálták. Ahmed Best is majdnem hasonlóan járt, de ő tényleg a Jar Jar-tért gyűlölet miatt lett depressziós, pedig hatalmas rajongóként lelkesen vetette bele magát a munkába. Bestre egy fellépés során figyeltek fel a stábtagok, ugyanis egy olyan formáció tagja volt, ami háztartási eszközök felhasználásával zenélt. Úgyhogy ezt követően már szinte természetes volt, hogy a baljós árnyak forgatásán egy hatalmas Jar Jar fejjel a sajátján hülyéskedjen és improvizáljon, mert hogy Lucasék megengedték neki, hogy az idétlen lény hangját is ő szolgáltassa. Egyébként bizonyos értelemben megelőzte Andy Serkist a Gyűrűk urából, akit az első számú motion capture színésznek kiáltottak ki, mert hogy az utómunka során digitális modellt húztak fel a Best által biztosított vázra. Darth Mault Vaderhez hasonlóan több színész játszotta el, a harcművész Ray Parkot festették be vörös-fekete ördögnek, míg Peter Serafinovich szolgáltatta a hangját, mert Lucasék nem voltak elégedettek Park orgánumával. Igaz, Serafinovichot sikerült azzal magukra haragítani, hogy a végső változatban csak pár sora maradt meg, holott Maulnak több dialógusa volt eredetileg. Habár keveset beszél, mégis ikonikus karakteré vált menő dupla pengéjű fénykardja és fenyegető jelenléte miatt, valamint később például Dave Finoli animációs filmjében, a Klónok háborújában és a Lázadókban komplexebb antihősé érett. Az R2-D2-t és 3-3PO-t megformáló Kenny Baker és Anthony Daniels, Frank Oz Yoda-ként, valamint saját nagy meglepetésére is Ian McDermott visszatérhettek a klasszikus Star Wars-okból. Ez utóbbi azt hitte, Lucas egy fiatalabb színész szám Palpatine szerepére, pedig McDermott nélkül nem lett volna az igazi a sunyi manipulátor. Lucas és McCallum már a 90-es évek közepén elkezdték előkészíteni az 1997. júniusa és szeptember vége között zajlott forgatást, koncepciójuk pedig az volt, hogy a hagyományos és a digitális technológiát fogják ötvözni. A díszleteket például csak a színészek fejmagasságáig építették meg, utána már jött a zöld vagy kék háttér. Ezzel volt egy kis gond, Liam Neeson 193 centis égi meszelő, ami 150 ezer dollár plusz költséget jelentett a produkciónak, hiszen miatta nagyobb szettekre volt szükség. Továbbá ez volt az Ébredő erőkig az utolsó Star Wars film, amelyet klasszikus 35 mm-es filmnyersanyagra vettek fel, mégis rekordmennyiségű, nagyjából 1950 olyan snit szerepel a baljós árnyakban, amelyet utólag digitálisan módosítottak. A vágás ezért is tartott 2 évig. A szakemberek több mint 1000 féle az adott helyszín kultúrájához passzoló jelmezt készítettek, valamint őrült aprólékossággal dolgozták ki a lényeket, egész táplálékláncokat skicceltek fel. Jar Jar-t békák, halak, daruk, gémek és emuk motivumaiból rakták össze, Lucas pedig Sebulbára, Anakin fogadhajtó ellenfelére pók, orángután, lajhár és teve hibridjeként hivatkozott. Az eredeti trilógiát sokszor érte kritika, hogy túl komótosak és teátrálisak a fénykard párbajai. Nick Gillard kaszkadőr koordinátor szabad kezet kapott Lucastól, hogy a kendo és más keleti küzdő stílusok, valamint a tenisz elemeinek az ötvözésével felpörgesse az új Jedi harcot. Gillard a sakk mintájára alkotta meg, és egy perces szekvenciákra osztotta fel a párbajokat. A fegyverek minden egyes összeütközése gyakorlatilag sakk helyzetet jelentett, vagyis reagálni kellett rá, ez lendítette tovább az akciót. Az akrobatikus ugrásokat pedig drótkötelek helyett az úgynevezett RM nevű kilövő szerkezettel oldották meg. Az eredmény pazar lett, ha valamibe, hát a kardozásba aztán tényleg nem lehet belekötni az előzmény trilógiában. A párbajok mellett a baljós árnyak legnagyobb erénye a fogatverseny, amelyen a vizuális effektusokért felelős Industrial Light and Magic nagyjából 3 éven keresztül dolgozott. Bár a nagy része digitális illúzió, azért voltak fogatok, amelyek egy részét vagy egészét megépítették, mint Anakin járgányát, ami egy hidraulikusan vezérelhető pilótafülke volt.
A mintát roncstelepről guberált repülőalkatrészek szolgáltatták, például egy Boeing 747-es meghajtóját használták fel hozzá. A stáb alkalmazott barkács megoldásokat más téren is. A Nabu vízesései valójában sóesések, amidal a királynő film elejé vörös ruhájának világító díszeit meg egy a szoknya alá rejtett autóakkumulátor látta el árammal, és Qui-Gon adóvevője, amelyen keresztül Obi-Wannal kommunikál a Tatooine-on, valójában egy női elektromos borotva. Ben Burtt hangmérnök pedig a hangokat sajátos módon keverte ki. A nabui tengeri szörnyek morgásához a pár hónapos kislánya sírását, a droidok tankjaihoz pedig egy fémsalátástálon végighúzott borotva hangját torzította el. Apropó, hangok! A zenét ezúttal is a kiváló John Williams szerezte. A legikonikusabb szám a végső csaták alatt szóló Duel of the Fates lett, de érdemes figyelni Anakin témájára és a filmet záró nabui ünnepséget aláfestő számra is. Az előbbi ugyanis Vader témájának, az Imperial March motivumaival utal Anakin tragédiájára, az utóbbi pedig Palpatine szimfóniája, az Emperor's Theme, csak éppen felgyorsítva és újra keverve. Ugyan a munka nagy része a London közeli Leavesden Film Studios műtermeiben zajlott, de a stáb ezúttal is forgatott eredeti helyszíneken. A gyönyörű nabui palota például valójában egy gyönyörű olasz palota, a nápolyi környékén található Reggia di Caserta. A Tatooine miatt pedig Lucasék visszatértek a jó öreg Tunéziába, ahol már a klasszikus trilógia vonatkozó képsorait is rögzítették. A helyi szélsőséges időjárás megint nem kímélte a díszletet, egy kiadós homokvihar okozott károkat, amelyek miatt két napig állt a munka. Lucas viccelődve azt mondta erre, hogy jó ómen, mert a klasszikus trilógiát is sújtotta hasonló természeti csapás, mégis hatalmas sikert aratott minden Star Wars. A kasszarobbantás ezúttal sem maradt el, csak a kezdeti lelkesedés hagyott alább. Természetesen a rajongók ki voltak éhezve egy új Star Wars-ra 16 év szünet és az 1997-ben bemutatott Special Edition-ök után, amelyek kisebb csalódást okoztak néhány ótromba változtatásukkal. Így ezúttal is kigyóztak a nézősorok a moziknál már jóval a májusi bemutató előtt, és még olyan fanatikusok is akadtak, akik pusztán azért váltottak jegyet egy-egy filmre, amely előtt lejátszották a baljós árnyak előzeteseit, hogy lássák a trélereket, majd elhagyták a termet. A 115 millió dollárból készült baljós árnyak eredeti mozis pályafutása során 927,3 millió dollár termelt, ami később például a 3D-s bemutató miatt több mint 1 milliárdra rúgott. Így az inflációt nem számítva az első rész lett a történelem 5. legsikeresebb Star Wars filmje. Ugyanakkor például a Rotten Tomatoes kritikusai pontszámai szerint a baljós árnyak a 3. legrosszabb mozis csillagok háborúja, csak a Skywalker kora és a 2008-as a klónok háborúja animációs film újják alul. Az ítészek általában azt róták fel Lucas művének, hogy nincs meg benne az az érzelmi töltet, ami a klasszikus trilógiát nagyjátette, a karakterek klisések és a dialógusok bárgyúak, sőt egyesek még az összességében dicsért látványvilágba is belekötöttek, a túl soknak vélt CGI miatt. Azért, mert tudsz beszélni, még nem vagy okos. Eredj a dolgodra. Nem a, maradolok! Nevezel Jar Jar Binks! Bár szegény Ahmed Best szívét, lelkét beletette a karakterbe, az elégedetlen rajongók és a kritikusok fő célpontja Jar Jar lett. Gyűlölködő weboldalak és webtartalmak tűntek fel az interneten, Jar Jar szívás és Jar Jarnak meg kell halni a címszavakkal, sőt még Jar Jar pornó is készült. Bestet persze az ütötte szíven igazán, hogy bár többször kiállt a feketék jogaiért, egyesek rasszista sztereotípiának kiáltották ki a karakterét. A sok sárdobálás hatására a színész depressziós lett, még a New York-i Brooklyni Heathoz is kiment, hogy a mélybe vesse magát. Szerencsére nem tette meg, de a Disney némileg kompenzálta őt Kelleran Beck Jedi nagymester karakterével, aki a Mandalori 3. évadában padawanokat mentett, köztük Grogut a 66-os parancs szörnyű napján. Jar Jar tényleg irritáló jelenség, szövegeit olykor érteni sem lehet, és ezen a magyar szinkron sem segített sokat. Ám a fogadhajtás, a remek kardpárbajok és néhány 25 év távlatából is magával ragadó drámai jelenet kompenzálják az ökörködést. Ilyen például annak a fokozatos felismerése, hogy Qui-Gon és társai nem véletlenül kerültek a Tatooine-ra, hanem az erő vezette őket ide, és bizony a kisfiú ugyanaz a személy, aki később gyerekeket gyilkol, majd fiát megmentve megdönti a galaktikus birodalmat, és beteljesíti a proféciát. Anakin pedig többszörösen is tragikus hős, hiszen nem elég, hogy apátlanul rabszolgaként nőtt fel, de elszakítják édesanyjától, és azt a férfit is gyorsan megölik, akire kvázi apaként néz fel, aki reményt adott neki és felszabadította őt. Ha van érzelmi töltete a sztorinak, akkor az ez. A külsőségek és a karizmatikus színészek mellett emiatt is értünk egyet azokkal, akik szerint a baljós árnyak igenis egy jó kis Star Wars mozi, ha nem is feltétlenül jó film.
Ez lenne hát a 25 éves baljós árnyak rövid története. Nektek mi a véleményetek a filmről? Mikor és hogyan láttátok először? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzatok fel ránk. Sziasztok!